Bizonyára sok mindenkinek ismerős lehet a Dr. House-ból, a Vészhelyzetből, vagy valamelyik más orvosi sorozatból ez a vészjósló hang. El tudjuk képzelni a helyzetet, látszik, ahogy a beteg EKG görbéje kisimul, az orvos utasítja a nővért, hogy adjon be a betegbe 150 köpcetnyi hangzatos latin kifejezést, töltés 220 hátra, bum, kiütik a beteget, az egész orvosi team ráfeszül az EKG monitorra, az egyenes vonal remegni kezd, ettől hirtelen mindenki megnyugszik, és a beteg feléled. Orvosta hallgatóként, amikor ilyeneket nézek, a hajamat szálonként tudnám kitépni, annyi sebből vérzik ez a történet. De hogy ti is megértsétek, hogy mi a bajom az ilyen jelenetekkel, nézzük meg kicsit, hogy mi az összefüggés a szív működése és az EKG között. A szívünk négy üregből áll. Én azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek négy végtagja van, így ezekkel demonstrálni is tudom a szív működését. A szívünk áll először kettő darab pitvarból. Ezek a visszerek, tehát a vénák által szállított vér gyűjtik magukba. Amikor megternek vérrel, összehúzódnak, és a kamrákba tolják a vért. Ezután a kamrák húzódnak össze, és innen a jobb kamrából a tüdőkeringés fele, a bal kamrából a főverőéren át pedig a szerveinkhez jut a vér. Ezt a ritmusos összehúzódást hívjuk szívciklusnak, ettől maradunk életbe, és ez percenként egy átlagemberben 72-szer, bennem, mivel itt vagyok a színpadon, meg még tornáztam is, kb. 250-szer történik meg. Mint minden izom esetében, a szívizomról is elmondható, hogy amikor összehúzódik, elektromos áram folyik át rajta. Az EKG pedig nem csinál semmi mást, mint a szívben zajló elektromos változásokat detektálja, és jeleníti meg egy monitoron. Ha tehát azt látjuk a tévében, hogy az adott beteg EKG monitorán egy egyenes csík van, az azt jelenti, hogy ez a szív az megdöglött, az kipurcant, campez, finito, azzal már nincs mit újra, van mit újraéleszteni, de a defibrillátor ilyen esetben nem a megfelelő válasz. De akkor mégis mire jó a defibrillátor? Hát történhet a szívvel egy olyan, hogy a pitvari izmok kicsit meghűlnek, és elfelejtik, hogyan kell szépen rendezetten összehúzódni, és össze-vissza remegni kezdenek. Aki figyelt az előző előadások alkalmával, az tudja, hogy ezt az állapotot hívjuk pitvari fibrillációnak. Ez egy életet veszélyeztető állapot, mivel így a pitvarok nem továbbítják a vért a kamrák fele, onnan nem jut el a szerveinkhez, így a szerveink oxigénnek és meghalunk. A defibrillátor, tehát a defibrillátor, ahogy neve is mutatja, tulajdonképpen újraindítja a pitvarok működését, és így a szív visszatér a rendes ritmusába, és a beteg is életben marad. Köszönöm szépen a figyelmet!